Egy pillanat az élet. És bármikor megtörténhet a baj. Ha a döntésed jelentené a különbséget élet és halál között, mit tennél? Tedd próbára magad. És meglátod, hogy alkalmas vagy-e a túlélésre. Mit tennél? Dönts, vagy meghalsz. Forgószél. A tornádók a természet leghalálosabb erői közé tartoznak. Ezek a született gyilkosok az Antarktisz kivételével minden kontinensen felbukkannak, és az Egyesült Államok mindegyikében tombolnak. Késő tavasz Közép-Nyugaton. Tornádó szezon. Az úton lévő Tim Baker éppen északkelet Missourin hajt át, amikor az időjárás rosszra fordul. Miközben a közel 20 ezer lelkes Kirksville városa felé tart, az is kiderül, hogy miért. Itt jön a tornádó! A villanyvezetékek szikráznak, és egy dühött, szürke tölcsér tör utat a főutca felé. Tim beletapos a gázba, és reménykedik, hogy sikerül megmenekülnie. De az egyik kereszteződésben rossz irányba fordul. Egy zsákutcába. A tomboló forgószél lassan utoléri. Istenem, sajnálom! Most képzeld magad a pusztító tornádó útjába. Közeledik, és már csak pár másodperced van hátra, mielőtt lecsapna. Tudnád, hogyan vészeld át ezt a gyilkos vihart? A kezedben vagyok, uram. Te mit tennél? A. Fedezéket keresnél egy híd vagy felüljáró alatt. B. Kiszállnál az autóból és lehasalnál a földre. Vagy C. Lehúznád az autó ablakait és ott maradnál. Ezeket a tényezőket kellene megfontolni. Az autódban ülsz. Csapdába estél egy zsákutcában, és a természet egyik legpusztítóbb erejével kell szembenézned. Egy tornádóval. Bár a tudósok még mindig vitatkoznak arról, hogy pontosan miként is alakulnak ki, úgy gondolják, hogy amikor a jeges, sarkköri légáramlatok nedves és meleg frontokkal találkoznak, az ütközés egy vízszintes örvényt hoz létre, ami aztán függőlegessé válik. Így jön létre a tornádó. Először a tölcsér környékén leesik a légnyomás, akár több száz millibárral is, ami elég ahhoz, hogy ablakokat szippantson ki a helyéről. Aztán ott a forgóoszlop pusztító szélerőssége, ami általában annál gyorsabb, minél magasabbra nyújtózik a tölcsér. A legerősebb tornádók több mint 2 kilométer szélesek lehetnek, és kétszer akkora szélerősséget hozhatnak létre, mint egy 5-ös kategóriájú hurrikán. Most egy olyan pusztító erő útjába kerültél, ami képes összezúzni az autódat. Döntened kell. A. Fedezéket keresel egy felüljáró alatt. B. Lehasalsz a földre. Vagy C. Lehúzod az ablakot és a helyeden maradsz. Szóval, te mit tennél? Ha úgy gondolod, hogy kihúzhatod a vihart az autóban, akkor talán úgy döntesz, hogy letekered az ablakot és a helyeden maradsz. A tudósok régen úgy gondolták, hogy a forgószél által létrehozott nyomáskülönbség egy épület belseje és külseje között a ház felrobbanásához vezethet, ha nem nyitjuk ki az ablakokat. Ma már tudjuk, hogy ezért nem az alacsonyabb nyomás felelős, hanem a szél.
És ha azt hiszed, hogy az autód meg tud védeni tőle, akkor halálos tévedésben vagy. Körülötted mindenhol törmelék darabok sűvítenek a levegőben, gyorsabban, mint egy Turmix gép pengéj. A járműved kevés védelmet biztosít, ha egyáltalán segít valamit. Tehát, ha nem az autódban maradás a helyes válasz, akkor talán a közhiedelmet követve egy felüljáró vagy híd alatt kell meghúznod magad. Sajnos a hidak és felüljárók nem menedéket, hanem halálos csapdát jelentenek. A Venturi hatásnak nevezett jelenség akkor következik be, ha a gyorsan mozgó szél a felüljáró alatti szűk térbe kényszerül. Miközben a levegő sűrűbbé válik, fel is gyorsul, és akár az 500 km per órás sebességet is elérhet. Ez elég erős ahhoz, hogy kiszívjon, és akár 500 méteres távolságba repítsen. De ha sikerülne is megkapaszkodni, a tornádó által összegyűjtött összes nehéz és éles törmelék egyenesen feléd repül. Ma már úgy gondolják, hogy ez az egyik legrosszabb menedék, amit választhatunk. Még annál is veszélyesebb, mintha a szabadban várnánk be a forgószelet. Akkor mit kellene tenned? Ha nem tudsz eljutni egy biztos menedékhez, akkor szállj ki és hasalj le. Először távolodj el az autódtól, nehogy agyon nyomjon, ha esetleg felborulna. Aztán feküdj arccal a földre, és takard el a fejedet és a nyakadat. Bár a felette sűvítő szél elég erős ahhoz, hogy a magasba emeljen egy 18 tonnás mobilházat, a földdel találkozva a felületi súrlódás lelassítja, és amikor tényleg eléri a talajt, szinte már nem is fúj. Tim szerencséjére ez a tornádó csak F1-es volt, a leggyengébb fokozatú a Fujita skálán. De így is komoly pusztítást végzett, a szélsebesség pedig elérte a 140-180 km per órát. Ha egy autóban ülve látod, hogy közeledik a tölcsér, szállj ki, keres menedéket, ha tudsz, és ha nem, feküdj a földre és takard el a fejed. Ezt kell tenned, ha nem akarsz meghalni. Sértetlenül megúsztál egy halálos tornádót. Ideje megismerkedni egy másik pusztító természeti erővel. Ha valaha láttál szörfösöket a képernyőn vagy a tengerparton suhanni, akkor jó eséllyel arra is gondoltál már, hogy magad is kipróbálnád ezt a sportot. De egy valamivel minden leendő hullámlovasnak tisztában kell lennie. Ha szörfölsz, bukni fogsz. A kérdés, hogy mikor és mennyire keményen. Jaj, ne! Minden szépsége ellenére az óceán elég veszélyes hely lehet. Az élet és halál közötti vékony vonal meglovaglása vonzza az olyan szörfösöket, mint Brad Bircher, hogy megtalálják a világ legnagyobb bukóhullámait. Ma Brad hatalmas hullámokkal akar megküzdeni Ausztrália partjainál, amit a helyiek The Ride-ként ismernek. A rendszeres látogatók szerint ezek a legveszélyesebb hullámok közé tartoznak, amiket szörfösként meglovagolhatunk. A The Ride dühének titka egy sekély és kiugró zátony, amit rögtön egy mély szakadék követ. Amikor megérkezik a tengerár, a víztömeg nem mehet máshová, csak felfelé. Brett pedig arra készül, hogy legyőzze ezt a nyers erőt. Miközben a hullám dagadni kezd mögötte, Brett felgyorsul, ám hirtelen felborul. Aztán eltűnik a tajték között.
A sorsa ismeretlen. Itt jössz te a képbe. Brett durva esése vár rád is. Tartsd vissza a lélegzetedet, és lássuk, hogy az ösztöneid megmentenék-e az életedet. Te mit tennél? A part felé fordulnál és együtt úsznál a hullámmal. B. A fény felé úsznál, amikor elmerülsz. Vagy C. Vennél egy nagy levegőt és mozdulatlan maradnál. Ezeket a tényezőket kellene megfontolni. Épp most estél le a deszkádról, több mint 30 km per órával sodródsz, és a világ egyik legveszélyesebb hulláma készül halálra zúzni. Ezek a hullámok mindig legalább 3 méteresek. És figyelj, mert ha egy ilyen hatalmas hullám érkezik, akkor valószínűleg egy másik is azonnal követi. Ezek a megtörő hullámok akár 3 tonnás erővel is lesújthatnak. A szakértők becslése szerint, ha sikerülne kiaknáznunk az óceán ilyen hullámainak erejét, akkor 116 atomerőmű energiáját helyettesíthetnénk velük. De ez az erő olyan mélyre taszíthat egy szörföst, hogy odalent azt sem tudja megmondani, merre van felfelé. Sokféleképpen meghalhatsz, de csak az egyik lehetőség mentheti meg az életedet. Meg kell hoznod a döntést. A. Együtt úszol a hullámmal. B. A fény felé törsz. Vagy C. Mély levegőt veszel és mozdulatlan maradsz. Szóval, te mit tennél? Ha azt gondolod, hogy kihasználhatod a hullám erejét, akkor talán megpróbálsz a lendülete segítségével a partra úszni. Először úszó pozícióba kell kerülnöd, de még az olimpiai úszók is kevesebb, mint 40 kiló erőt fejtenek ki minden csapásukkal. Ez csak a töredéke a hullám teljes erejének. De ha sikerülne is megfelelő helyzetbe küzdened magad, ki vagy téve a veszélynek, hogy a penge éles zátonynak csapódsz. Ez a nehéz hullám elég erős ahhoz, hogy összezúzza a csontjaidat a becsapódáskor. Ha megpróbálsz együtt úszni az árral, nincs esélyed a megmenekülésre. Elég szerencsés vagy, és elkerülöd a zátonyt, akkor jobb, ha felkészülsz egy mély merülésre. Egy ekkora hullám másodpercek alatt 15 méteres mélységbe taszíthat. Így talán megpróbálhatod felküzdeni magad a felszínre úgy, hogy a fény felé úszol. De mivel a napsugarak megtörnek a habokon, ahhoz, hogy megtaláld, honnan érkezik a fény, nem lesz elég felnézni. Rémülten és összezavarodva értékes energiát vesztegethetsz arra, hogy a rossz irányba úszol. Márpedig minden erődre szükséged lesz. Ha vissza is találsz a felszínre, a veszély még nem biztos, hogy elhárult. Az ilyen hullámok több mint 30 másodpercig a víz alatt tarthatnak. Ez elég idő ahhoz, hogy a következő hullám is lezúduljon. Így, ha a fény felé úszunk, az események sötét fordulatot vehetnek. Akkor mit kellene tenned? Ha túl akarod élni, a legjobb, amit tehetsz, hogy veszel egy mély levegőt és elengeded magad. A végtagjaid ellazításával növeled a felületedet, ami nagyobb ellenállást és felhajtó erőt hoz létre.
odalent minden pillanat egy örökké valóságnak tűnik majd. De egy átlagos ember több mint egy percig képes visszatartani a lélegzetét. Ha meg tudod őrizni a nyugalmadat, miután a hullám elvonult, a teleszívott tüdőd elég felhajtó erőt biztosít majd, hogy túléld a kalandot. Brad Burchard egy sérült dobhártya emlékezteti a The Right-tal történt találkozására. De mivel vett egy mély levegőt és ellazította a testét, életben maradt, hogy újra vízre szállhasson. Te jól választottál? Kapsz még egy esélyt, hogy próbára tedd a túlélési képességeidet. Ezúttal egy olyan erővel kerülsz szembe, amivel a Földön mindenkinek meg kell küzdenie. A gravitációval. Létfontosságú a túlélésünk szempontjából. De elég egy rossz mozdulat, és a vesztünket is okozhatja. Gravitáció. A Földhöz szögez minket, de több mint 2,3 millió eséshez kapcsolódó sérülésért is felelős az Egyesült Államokban évente. Te pedig az egyik legextrémebb példáját fogod megtapasztalni. A profi hegyi kerékpáros Cam Zink számára a zuhanás a sport része. Ma Cam a Utah állambeli Virgin sziklás útjain repeszt. Ám hamarosan a saját bőrén tanul meg egy ős régi leckét, amit feldobnak. Te jó ég, te jó ég! Az le is esik. Brutális ütközés. De vajon tehetette valamit Cam, hogy kevésbé sérüljön meg? Gondold végig alaposan, mert visszarepítünk a felszállás utáni pillanatig. Vajon tudnád, hogy lehet a legbiztonságosabban földet érni ennél, vagy bármilyen más nagy esésnél? Te mit tennél? A. Tovább szorítanád a kormányt, hogy a biciklim maradj. B. A kezed és a lábad segítségével növelnéd az ütközési felületet. Vagy C. Behajlítanád a térdedet és felkészülnél a becsapódásra. Ezeket a tényezőket kellene megfontolni. A levegőben vagy. Egy mély kanyon felett süvítesz át, lent pedig csak a kőkemény szikla állíthatja meg a zuhanásodat. A felszálláskor 25 méterrel vagy a föld felett. Ez közel háromszor magasabb, mint az olimpiai műugrók tornya. Ráadásul a landolásnál nem a víz vár. Ebből a magasságból fogsz neki csapódni a kanyon sziklájának közel 80 km/órás sebességgel. Ez megközelítőleg 160 tonnás ütközési erőt jelent, ami háromszorosa egy hosszú szárnyú bálna tömegének. Ismered a lehetőségeidet. Meg kell hoznod a döntést. A. Tovább szorítod a kormányt. B. A kezedre és a lábadra érkezel. Vagy C. Behajlítod a térdedet. Te mit tennél? Miközben a Föld gyorsan közelít, talán azt gondolnád, hogy a legtöbb esélyed akkor van, ha tovább szorítod a kormányt, és hagyod, hogy a bicikli teleszkópjai tompítsák a becsapódást. De ennél az ütközésnél, ha nem ereszted el a két kerekűt, akkor fejjel előre érkezel a Földre. És akkor még a bukósisak sem véd meg. Az átlagos biciklis bukósisakot 32 km/órás becsapódás ellen tervezik. Ez kevesebb, mint a fele annak a sebességnek, amivel most repülsz. Ha a biciklin maradsz, garantált a katasztrófa. A
A kemény landolás tehát biztos, csak azt kell eldönteni, hogy miként tompítsd a becsapódást. Választhatod azt, hogy a kezedre és a lábadra érkezel, a macskákat utánozva, amelyek köztudottan mindig a talpukra esnek. De náluk nem csak a lábak játszanak fontos szerepet. A macskák gerince hihetetlenül hajlékony, ami elnyeli a földet éréskor fellépő rázkódást. A tiéd nem az. A te esetedben a karok és a lábak nyelnék el a becsapódás erejét. Ennek azonban súlyos következményei lehetnek. Már egy egyméteres esés is, például egy gördeszkával, akkora erőt hozhat létre, ami eltöri a karodat. Ha kemhez hasonlóan egy 8 emeletes épület magasságából zuhansz, akkor halálos fejsérülésre számíthatsz. Akkor mit kellene tenned? Mindegy, hogy 25 méter magasból, vagy egy létra tetejéről zuhansz. Ha növelni akarod az esélyeidet, akkor hajlítsd be a térdedet, és készülj a becsapódásra. A földet éréskor a legjobb, ha a tested harmonikaként mozog. Így az összes ízületed részt vesz a rezgés elnyelésében. Ne hidd, hogy nem fog fájni. De ha lendületből tovább gurulsz, akkor elkerülheted a hirtelen becsapódás okozta sérüléseket. Mivel Kem ellazult, miután elengedte a biciklit, végül csak a sarkait horzsolta meg. Maradj laza! Ezt kell tenned, ha nem akarsz meghalni.